Szokványos hősről beszélünk, nem egy nagyon bátor lovagról, hanem egy olyan lovagról, aki kívülről erősnek tűnik, de nem feltétlenül mindig bátor, viszont nagyon tele van szeretettel, tele van érzésekkel, tehát nagyon lehet szeretni. Azok a gyerekek is tudnak azonosulni vele, akik félősebbek például. Nem kell, nem feltétlenül kell mindig az erőnkkel elérni valamit, hanem ésszel, tudással. És hogy tudni kell, mindenki más, gyerekek ti is mások vagytok, nem vagytok egyformák, és nem is kell egyformának lenni. Tehát nem kell a rosszban egymáshoz csatlakozni, hanem mindenki legyen olyan, amilyen. És ez a mese egyébként pont erről szól, hogy nem feltétlenül azok a hősök, az igazi hősök, akik az erejükkel érnek el valamit, ez is nagyon jó. De azért az életben nem feltétlenül biztos, hogy így van, és hogy így kell lennie. Érdekes karakterek vannak ebben, Péti, te ebben két szerepet is játszol, úgyhogy ezekről mesélj egy pár szót. Köszönöm szépen, tehát én azért jöttem Talpig feketében, hogy ezzel is felhívjam az én karaktereim ezerszínűségére a figyelmet, amit majd az előadásban lehet megtekinteni, és most nem, viszont ugyanamiről beszéltetek is, azt lehet, hogy nem tudják, hogy ez a brand, ez a Rozsdaluva brand, ahogy mondta Ivet, hogy német nyelvterületen megjelent 7, magyarul azt hiszem csak 4 ebből, ott a gyönyörűen ill3, a gyönyörűen illusztrált könyvön belül, ott vannak a kották, dalszöveggel is, hátul a művészekkel, nem a mi színházunk, mert ez itt lesz színházi adás, hanem stúdióban felénekeltetett dal. Tehát itt lehet egy oda-visszavaló elvárás. Nagyon jó érzés volt. A 50-szer játszottuk, ami egy hatalmas szám, azt hiszem egy év alatt ráadásul, szóval tényleg így nagy szériákba el tudtuk, Kaposvár összes gyerekével szerintem találkozhattam. És ami igazán jó volt benne az, hogy az is egy hatalmas színház, mint itt a Tália, a nagy színpad. Rengeteg gyerek, és iszonyatosan sok energia, ami fölfelé jön ránk a színpadra. Mi ott állunk, csináljuk nektek a műsor, de közben rengeteget kapunk a ti nevetésetekből, meg a reakcióitokból. Úgyhogy én nagyon szerettem. Én a József Attila színházban játszottam a Süsü, a Sárkány című előadásban. Menőmanó voltam, nagyon izgalmas volt, egy beugrás volt. És az volt az első ilyen tapasztalás, hogy gyerekeknek játszom, és
imádtam. Kiabáltak, kérdeztek, dobáltak. Volt egy ilyen, hogy almát, kaptam egy nagy kosár almát, és lementem osztogatni hozzájuk, és versengtek, puszilgattak. Fantasztikus volt az, amit képviseltek, az az őszinteség, meg az az ösztönösség, ahogy jelen vannak ők is a színházban, és hogyha érdekli őket valami, akkor felteszik a kérdést kiabálva, hogyha nem tetszik valami, annak hangot adnak, szóval hogy nagyon, nagyon izgi ezt a dolgot csinálni, és alig várom, hogy beüljenek a tökik, hogy... Minden csontot széttök, benne bízik árva üzveg, mint kiesendő, rostalóval a megmentő. És én vagyok, ki bókol, ki lánkákat csókol,